Mit csináljak ennél a táblánál? Mit csináljak ennél a táblánál? Hogy a gyalogost át kell engedni. Hát itt nincsen gyalogos, nem igazán erre gondoltam, de az ötlet nagyon jó. Biztonságosan az iskolába. Ezzel a címmel szervezett nagycsoportos ovisoknak közlekedésbiztonsági programot a Magyar Közlekedés Tudományi és Logisztikai Intézet. A KTI adatai szerint országos átlagban évente mintegy 607 év alatti gyermeket ér valamilyen közlekedési baleset, ezért az utóbbira való nevelést már az óvodában el kell kezdeni. A biztonságos oviba az intézményeket támogatjuk, őket segítjük a nevelési program megvalósításában, és ennek egy programeleme tulajdonképpen a biztonságosan az iskolába, ahol az óvodából elballagó gyerekekkel foglalkozunk, mint ma is. Ők alapvető közlekedési ismeretekkel találkoznak egy ilyen nagyon jó kis játékos környezetben, mégis a valós közlekedési szituációkat képviseli ez a mai rendezvény, ezt mutatja meg nekik, és egyébként abban bízunk, hogy ezek a biztonsági szabályok ezek mélyen beléjük kivódnak, és a közelgő nyári szünetben már hasznosítják. A Közlekedés Tudományi Intézet felmérései azt is mutatják, hogy az elvárt ismeretekhez képest az óvodások rendelkeznek a legtöbb tudással, ellenben az idősebb korosztályok már nem teljesítenek ilyen jól. Először jobb nézek, utána balra nézek, ha nem jön semmi, átmegyek. Amikor a zebrán a lámpa zöldre vált, akkor kell átmenni. Ez a te ajándékod. Jó, akinek már van ajándék. A résztvevő gyerekek és minden ballagó óvis Szekszárdon kapott egy biztonságos közlekedési csomagot, amiben többek között láthatósági mellény, hátizsák, illetve tanszerek voltak az iskola kezdéshez. Nagyon-nagyon jó és ötletes kezdeményezésnek tartom, hogy még játékos formába és itt együtt ismerik meg ezeket a dolgokat, és a későbbiek során már, amikor iskolába kerülnek, adott helyzetben, adott körülmények között egyedül is tudnak menni. Az előbb említettem, hogy ott a Béla téren látom és tapasztalom, hogy nagyon-nagyon fegyelmezett kisgyerekek vannak. A május 16-a és június 15-e között megvalósuló 10 várost érintő roadshow utolsó állomása volt a Tolnai Vármegye székhely.